Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Fenyőfa elszállítás január 10-én kezdődik a kihelyezett karácsonyfák begyűjtése Szekszárdon. Június 30-áig kell megújítani a lejárt okmányokat, közel 1 millió műszaki vizsga nélküli autó lehet az utakon. Folytatódik a korszerűsítés, átadták a felújított Barátság utcai rendelőt Pakson. Elláttak és oltottak, állták a sarat a Tolna megyei Balassa János kórház dolgozói. Szekszárdon idén január 10-én, illetve 24-én zajlik a kihelyezett karácsonyfák elszállítása. Az Aliszka Terra NKFT arra kéri a lakosságot, hogy a rend fenntartása érdekében idén is a kukák mellé tegyék a fenyőfákat. A karácsonyfa talpakat, a szaloncukrok csomagolóanyagát és a díszeket pedig le kell szedni a növényekről, még a kihelyezés előtt. A szolgáltató megközelítőleg 4,5 tonna örökzöldre számít a megyei jogú városban. Január 6-án vízkereszt napján hivatalosan is véget ér a karácsonyi ünnepkör, és elérkezik a karácsonyfa lebontásának ideje. Ezt követően pedig Tolna megye szerte elindulnak az Aliszka Terra Nonprofit Kft. Járatai, hogy begyűjtsék az örökzöldeket. Szabó Antal, a cég ügyvezetője elmondta, hogy Szekszárdon a két zöld hulladék elszállítási időpontban kizárólag a fenyőfákat viszik el. Az idei évben is ugyanúgy, mint minden évben, januárban 2 zöld szállítást szervezünk, mind a 2 fenyőfa szállításról szól. Az első az jövő héten hétfőn 10-én várható, a következő 24-én szintén hétfői napon. Ezt a szállítási naptárunkban meghirdettük és meg is jelöltük. Ezt a naptárat mindenki megkapta az idei év elején. Az ügyvezető azt mondja, nagyon fontos, hogy mielőtt kihelyezik a fenyőfát, a talpat, illetve a díszeket el kell távolítani, ugyanis utóbbi rendkívül baleset veszélyes. Továbbá a növényeket a kukák mellé kell kitenni, úgyhogy azok ne akadályozzák a forgalmat, lehetőség szerint a szállítást megelőző napon. Várunk körülbelül 6-7 ezer fenyőfát Szekszárdról. Ez tömegébe vélhetően olyan 4,5 tonna nagyságrend lesz, és a két szállítási alkalommal mindenképpen meg fogjuk tudni oldani az elszállítást. A mérete az mindegy a fenyőfának, a hosszabb fenyőfákat is el tudjuk hozni, korábban 1,5 méteressel le kellett vágni, jelenleg ez már nem okoz problémát. Az elszállítást követően a fenyőfák egyébként a komposztáló telepre kerülnek, ahol közel 6 hónap alatt készül el a felhasználásra alkalmas zöldtrágya. 5270 új koronavírusos megbetegedést igazoltak kedden idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.269.979 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 82, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 39.599 főre emelkedett. 3090 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 307-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.270.000-en kaptak. Tolna megyében 106 új fertőzöttet regisztráltak kedden, ezzel a járvány kezdete óta összesen 26.801-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Hamarosan nem lehet majd lejárt műszakival közlekedni. Az elmúlt közel 2 évben a veszélyhelyzet miatt nem volt kötelező meghosszabbítatni a járművek műszaki vizsgáját. Ennek köszönhetően viszont közel 1 millió autó közlekedik az utakon nem megfelelő műszaki állapotban. Az elmúlt év decemberében azonban megjelent a végső határidő, 2022. június 30-áig le kell vizsgáztatni a járműveket. Az elmúlt közel 2 évben számos lejárt műszakival rendelkező autóval találkozhattunk az utakon, melyek tulajdonosait a megszokottal ellentétben nem büntethették meg ezért a rendőrök. 2020-ban a Magyar Országgyűlés úgy döntött, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet ideje alatt lejáró okmányokat nem kell meghosszabbítani a rendkívüli időszak alatt. Ebben a bátaszégi autószervizben közel 100 autót vizsgálnak át havonta. Mattenheim Roland úgy nyilatkozott, volt egy kis megtorpanás az intézkedés hatására az ő műhelyükben is, de a legtöbben nem éltek ezzel az opcióval. Mi folyamatosan kiértesítjük az ügyfeleinket erről a lejárt okmányokról, és ők is hallottak erről a lehetőségről, de nagyon sokan nem éltek vele. Úgy veszük észre, hogy körülbelül egy 10%-kal kevesebb a vizsgáztatott darabszám. 2021. decemberében azonban újabb intézkedés és határidő jelent meg ezzel kapcsolatban a magyar közlönyben.
Eszerint nem a veszélyhelyzet utáni 60 napban kell majd levizsgáztatni a gépjárműveket, hanem legkésőbb 2022. június 30-áig kell megújítani az időközben lejárt iratokat. Sok esetben találunk ugye hiányosságokat, ezeket az ügyfelek megjavítatják, ugye, és most ezek az átvizsgálások elmaradtak, ezáltal ugye ez egy biztos, hogy egy baleseti kockázatot jelenthet a közúton. A tamási vizsgaállomás vezetője elmondta, náluk közel 20%-kal csökkent a vizsgára jelentkezők száma. A nem biztonságos közlekedés mellett más hátulütője is van annak, ha nem rendelkezik az autó érvényes műszaki vizsgával. A biztosító ebben az esetben nem fog fizetni, hogyha kárt okoz. És azért most egy 22.500 forintos vizsgadíj mellett megspórol, de neki megy egy másik autónak, akkor viszont 100 000-eket kell neki fizetni, mert a biztosító ő rajta fogja végrehajtani. Országosan közel 1 millió jármű érintett ebben a kérdésben. Az autószerelők és a vizsgáztatók arra kérik a tulajdonosokat, hogy minél előbb foglaljanak időpontot, nehogy kicsúszanak a júniusi határidőből. Az elmúlt hetekben történt stagnáló, illetve csökkenő tendencia után újra emelkedésnek indult a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Az év utolsó hetében a 22 mérési pontból 10 helyen emelkedett koncentrációt mértek a szakemberek, és csak 3 helyen mutatnak csökkenő tendenciát az ellenőrzések. A Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriuma a variánsok irányába vizsgált humán minták alapján megállapította, hogy hazánkban az új fertőzések több mint 11%-áért az Omikron mutáció a felelős, mely a szakemberek szerint elindította a járvány 5. hullámát. A hivatásos rendvédelemben szolgálatot teljesítők január 1-től 10%-os illetményemelésben részesülnek, jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Facebookon közzétett videójában. Kontrát Károly azt mondta, az emeléssel a kormány a rendvédelmieknek a kiegyensúlyozott közrend és közbiztonság fenntartása érdekében kifejtett eredményes teljesítményét a koronavírus járvány megfékezésében és következményeinek enyhítésében tanúsított kiemelkedő helytállását és az illegális migráció elleni küzdelemben teljesített szolgálatát ismeri el. Hozzátette, a 10%-os kiegészítő juttatás a rendvédelemben hivatásos jogviszonyban foglalkoztatottaknak alanyi jogon jár. Ezen kívül a kormány arról is döntött, hogy a hivatásos állomány 6 havi illetménynek megfelelő egyszeri szolgálati juttatásban is részesül. A fegyverpénzt február 15-ig fizetik ki az arra jogosultaknak. A kormány intézkedései a rendvédelem területén 55.653 főt érintenek. A rendőrök, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, a terrorelhárítás, az idegenrendészet, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a belső bűnmegelőzés és bűnfelderítés szervezeteiben foglalkoztatottak számára kifizetésre kerülő összeg a 2022. évben meghaladja a 227 milliárd forintot. Másfél év alatt szinte teljesen felújították a Paksi Barátság utcai rendelőt. Kicserélték a nyílászárókat, felújították a vizes blokkokat és a fűtési rendszert is korszerűsítették. Legutóbb az alsó szintet állították helyre 60 millió forintból. A beruházást a Paksi önkormányzat támogatta. Bodnár Imre főigazgató a felújított részleget mutatja Szabó Péter polgármesternek Pakson a Barátság úti orvosi rendelőben, ahol az elmúlt másfél évben komoly átalakítások történtek, így most már tiszta a kulturált körülmények között fogadhatják a betegeket. Először az emeleti rész, majd a gyermekrendelő újult meg, és komoly gépészeti átalakításon is átesett az épület. Ez a szakasz is, ahol most vagyunk, megújult. A gyermekrendelők felújítását követően az elmúlt esztendő második felében sikerült befejezni ezt a szakaszt is, a földszintnek ezt a szakaszát közel 60 millió forintból. A beruházás a Paksi önkormányzat támogatásával valósult meg. Az emeleten kezdtük egy részleges felújítással, főképp a várókra kiterjedően egy-két rendelővel, a hőközponttal, utána a gyermekorvosi rendelőknek a komplett felújítás, ez a földszintnek közel a felét tette ki, és most következett a földszintnek a másik fele,
ahol két rendelő található, az egyikben részleges, a másikban teljes felújítást végeztünk. Felújították a vizes blokkokat, a folyosót, kicserélték a nyílászárókat hőszigeteltekre. A fűtési rendszerben is történt korszerűsítés. Bejáratnál látható, hogy fotocellás ajtóra cseréltük, hogy érintésmentesen lehessen a mai fertőzésekkel teli világban bejönni a rendelőintézetbe. Megújult az erős áramú rendszer, benne az épület erős áramú központja is, valamint a gyenge áramú hálózat. A világító testeket korszerű ledes fényforrásokra cserélték, melyek takarékosabbak is. Minden kiszolgáló helység is új köntöst kapott. Néhány felújítás még várat magára az emeleten, ahol nyílászárót kell cserélni és egy komplett rendelőt, valamint két kisebb helységet korszerűsíteni. A jövőben az épület külső felújítására is sor kerülhet. Újabb pályázati lehetőségek várják a magyar vállalkozókat. Január 19-től ugyanis vállalati kutatási fejlesztés és innováció erősítésére lehet pályázni a GINOP Plus keretében. A rendelkezésre álló keretösszeg 140 milliárd forint, így több száz magyar vállalkozás juthat támogatáshoz. A cégek pályázhatnak új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére, kísérleti fejlesztésekre, ipari kutatásokra, eszközbeszerzésre és piacra lépésre is. A gazdaság sikeres újraindítása után is fontos cél, hogy a magyar vállalkozások előre lépjenek. Ez az egyik kulcs ahhoz, hogy az átrendeződő világgazdasági helyzetben is versenyképesek legyenek. Elláttak és oltottak, így teltek az év utolsó napjai a Tolna megyei Balassa János kórházban. Németh Csaba, az intézmény főigazgatója úgy nyilatkozott, nem történt jelentősebb esemény az ünnepek alatt. A szakellátások és az ügyelet mellett az oltakozni vágyókat is tudták fogadni az egészségügyi intézményben. Állták a sarat az ünnepek alatt is a Tolna megyei Balassa János kórház munkatársai, mondta el Németh Csaba stábunknak adott interjújában. Az intézmény főigazgatója hozzátette, hogy szerencsére a gyermekosztályon sem volt sok ellátandó kisbeteg az év utolsó napjain. Jelentősebb esemény nem történt a kórházban semmi. A sürgősségi betegellátó osztályunkon talán az átlagosnál egy kicsit nagyobb volt a betegforgalom, viszont a munkatársaktól kapott tájékoztatás szerint az idén talán picit nagyobb volt azoknak az aránya, akik olyan problémával is az ünnepek alatt fordultak orvoshoz, amit egyébként más időszakban is megtehettek volna. Az ünnepek alatt történt közlekedési balesetek adtak feladatot leginkább a megyei kórházban dolgozóknak, de sokan voltak olyanok is, akik ebben az időszakban vették fel a koronavírus elleni vakcinák valamelyikét. A munka nem csak az ügyeleti ellátásra terjed ki a két ünnep között, sőt az ünnepek alatt is folyamatosan biztosítottuk a COVID védőoltásoknak a kiosztását. Úgyhogy akinek ez az ünnepi időszak volt valamiért a megfelelő, meg tudtuk adni a szükséges védőoltást. Ezt a tevékenységet egyébként az ünnepek után is folyamatosan biztosítjuk. Januárban például a hét szinte minden napján oltanak a Balassa János kórházban. Hétfőn, kedden és szerdán időpontfoglalással az előre regisztráltak vehetik fel a vakcinát, csütörtökön, pénteken és szombaton pedig előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltakozni vágyók az egészségügyi intézménybe. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai egy teherautóban több mint 500 kg ismeretlen eredetű élő halat találtak. Az adóhatóság közlése szerint a pénzügyőrök az M6-os autópályán egy magyar járművet ellenőriztek, amelynek rakterében több mint 500 kg élő hal volt. A halakat ládában és zsákokban szállították víz- és oxigén biztosítása nélkül. A sofőr a szállítmányhoz semmilyen okmányt, szállítólevelet nem tudott bemutatni. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Januárban minden hétvégén felvehető a vakcina. Oltási akciónapokat rendeznek Magyarországon. Együttműködés a kormánnyal, gazdaságfejlesztési tengely. Mit vár az évtől a megyei biztos? A Braille írás világnapja. Egyre többen vesztik el látásukat a szembetegségek miatt a világban. Januárban folytatódik a tavalyi sikeres oltási akció. Az év első hónapjában a csütörtöki, a pénteki és a szombati napokon veheti fel a vakcinát a lakosság. Kórházi oltópontokon és házi orvosi rendelőkben várják az érdeklődőket, tájékoztatott a Baranya megyei kormány megbízott.
Horváth Zoltán kiemelte, hogy ezúttal is regisztráció és időpontfoglalás nélkül kérhető az oltás a 12 év feletti korosztály számára. Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében januárban újabb oltási akciót tartanak Magyarországon. A központi oltópontokon továbbra is 5 vakcina közül lehet választani. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet felvenni az oltást. Baranyában szinte minden településen elérhető lesz a szolgáltatás, mondta stábunknak Horváth Zoltán. Mi készülünk kórházi oltópontokkal és új oltási helyszínekkel is, ezeket járásközponti oltási pontoknak nevezzük. Szentlőrincen a járóbeteg központ, Sején a járóbeteg központ és Pécsváradon pedig a praxis közösség központja csatlakozott hozzánk. Ezeken a helyeken, valamint a kórházi oltópontokon minden héten csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra között, illetve szombaton 10 és 18 óra között várják a lakosságot. A megyében több mint 100 háziorvosi praxis csatlakozott az akcióhoz. Számukra pénteken és szombaton van kötelező jelleggel oltás, mivel nagyon sok háziorvossal dolgozunk együtt, aki háziorvosi környezetben szeretné felvenni az oltást, mindenképp javasoljuk, hogy az oltakozó egyeztessen a háziorvosával, hogy pontosan melyik hétvégén, melyik oltóanyaggal tudják ott az oltást biztosítani. Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. A megerősítő oltás pedig mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik vakcina felvételével ismét 80-90%-ra emelhető a védettség, tette hozzá a kormány megbízott. Fontos a kormányzattal az együttműködés, hogy fejlődni tudjon a térségünk. Ráadásul a baranyai utak, autópályák építését, fejlesztését a polgári oldal akarja csak. Ezért nem mindegy, milyen eredménnyel zárulnak a tavaszi parlamenti választások, mondta kérdésünkre az ÖPE-KDNP pécsi frakció vezetője. Kővári János szerint létre kell hozni egy Pécs-Mohács gazdasági tengelyt, ahol olyan közlekedési beruházási feltételeket alakítanak ki, amelyekkel ide lehet hozni a befektetőket. Országos esemény is befolyásolja azt, hogy milyen lesz az idei éve Pécsnek, mondta kérdésünkre az Összefogás Pécsért Egyesület önkormányzati képviselője. Nem mindegy, ki nyeri a tavaszi országgyűlési választást, és a kormánnyal hogy tud majd együtt dolgozni a városvezetés. A pécsiek a kormányzatban partnert látnak, vagy megengedik azt, hogy a vezetőik politikai harcot folytassanak, és ezzel a várost hátrányos helyzetbe kerítsék. Tehát ez az egyik nyilván, hogy jól válasszunk kormányt, és hozzák képviselőket. Ezen kívül idén be kell adni az önkormányzatnak a pécsi fejlesztési terveket, amelyekkel pályázhat arra, mint egy 20 milliárdos forrásra, amely segíthet elindítani a gazdasági növekedést. A politikus azt mondja, egy olyan gazdasági tengét kell létrehozni, amely vonzza a befektetőket a megyébe. A Pécs-Mohács gazdaságfejlesztési tengelyen akarunk jelentős közlekedési és ipari területfejlesztést a következő 4 évben végrehajtani. Annál inkább, mert a megyénk és a régiónk tulajdonképpen az egyik legelmaradottabb már a régiók sorában. Nincs mire várni, ezért részben az M60-as és az M9-es folytatásáról, a reptérfejlesztésről és új iparterületeknek a kialakításáról is tárgyaltunk már. A technológiai és innovációs miniszterrel egyeztetett erről az elképzelésről az önkormányzati képviselő, aki egyben a megyei önkormányzat fejlesztési biztosa is. Kővári szerint ezek a tervek és a fejlődés persze csak akkor indulhat el, ha marad a kormány. Ezért is fontos a tavaszi parlamenti választás a politikus szerint. Január 4-e a Braille írás világnapja. A lakosság átlag életkorának növekedésével a vakok és gyengénlátók száma folyamatosan emelkedik. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szemészeti Klinika Makula ambulanciájának szakemberei azért dolgoznak, hogy társadalmunkban minél kevesebb legyen a látássérült beteg. Fontos, hogy a makula degeneráció, vagyis a szemfenék meszesedés korai tüneteinél már felkeressük a szakorvost, hogy elkerüljük a későbbi látásvesztést.
Kevesen tudják, hogy a vakoknak szánt írásmód eredetileg katonai célt szolgált. Napóleon volt az, aki arra gondolt, hogy milyen jó is lenne, hogyha a katonái a sötétben tudnának egymással úgy kommunikálni, hogy más azt nem értené, nem látná, nem tudná. Ebből fejlesztették ki a civil változatot, a speciális technikát alkalmazó vakoknak szánt ABC-t a francia Louis Braille alkotta meg 1821-ben. Ez az írásmód a vakok életét teszi kényelmesebbé, azonban a vakság megelőzése az orvosok elsődleges feladata, mondja az intézetigazgató. Időskorban a makuladegeneráció, vagyis a szemfenék meszesedése vezethet látásvesztéshez, ha nem fordulnak szakemberhez időben. 55 év fölött egyre gyakoribbá válik, és 65 év felett egész jelentős a populációban. Azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen 6000 az éves esetszám, amivel több vakot, ez nem csak a makuladegeneráció, hanem a teljes vakságot érintő kórképek regisztrálnak Magyarországon évente. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy szám. A látásromlásunk első jeleinél már érdemes felkeresni a szakorvost a makuladegenerációval. Azt veszik észre, hogy a centrális látásuk homályosodik. Ezt úgy értendő, hogy pontosan amire ránéz, az a kép válik homályossá a számára. Problémát szokott jelenteni, amikor ismerősök jönnek szembe, és el is mondja a páciens, hogy nem mindig ismeri fel, azért, mert ugye ránéz az arcra, és pont az arc válik homályossá. A színlátással is lehetnek gondok, illetve például a csempék fogait már nem egyenesen látjuk, torzulnak a vonalak, ez is intőjel. Figyelni kell a zöld hályognál is, hiszen az nem gyógyítható műtéttel, mint a szürke hályog. Ezért például otthon letakarva a szemünket ellenőri külön-külön a lassú látásromlást, amit amúgy nem veszünk észre. A világban a vakok száma egyébként háromszorosára nőhet a következő években a kutatók szerint. A leginkább sújtott régiók Afrika és Ázsia lehetnek. 2050-ig a vakok száma a jelenlegi 36 millióról akár 115 millióra is nőhet a Földön a szakemberek szerint. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Fenyőfa elszállítás január 10-én kezdődik a kihelyezett karácsonyfák begyűjtése Szekszárdon. Június 30-áig kell megújítani a lejárt okmányokat, közel 1 millió műszaki vizsga nélküli autó lehet az utakon. Folytatódik a korszerűsítés, átadták a felújított Barátság utcai rendelőt Pakson. Elláttak és oltottak, állták a sarat a Tolna megyei Balassa János kórház dolgozói. Csütörtökön élénk, erős északnyugati szél fúj, eleinte borult időig érkezik, délelőtt előfordulhat kisebb eső is. A déli óráktól északnyugat felől csökken a felhőzet, majd egyre nagyobb területen süthet ki a nap. Éjjel gyengén felhős, csillagfényes, fagyos időre készülhetünk. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, addig is keressék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!